Sziasztok, újra itt az Egri Jam ifjúsági magazin műsorunk. A mai világunkban mindenholnan azt lehet hallani, hogy milyen fontos a tudatos élet, igazából az élet minden területén, ezért ez a mai témánk, ezzel foglalkozunk állandó beszélgető partnereimmel. Itt van velem Schmiderer Dániel és Farkas Anna. Most ilyen családiasan vagyunk, sziasztok! Szia! Ugye már ezzel a témával foglalkozunk, tudatos élet. Mi jut eszetekbe róla elsőként, tehát tudatos élet? Hát azért ez egy elég rugalmas téma, tehát hogy mindent lehet tudatosan csinálni az életben, lehet táplálkozni tudatosan, sportolni, az életet élni, tehát tehát az élet több területén is meg lehet mutatni azt, hogy milyen a tudatos élet. Ti egyébként tudatos életet éltek, mit gondoltok, vagy inkább csak bizonyos részét élitek tudatosan? Inkább bizonyos részét, tehát az, hogy a sport szerint, tehát, hogy van egy napi rendem, be vagyok osztva, mindig megvan, hogy mit, mikor csinálok, és hát ez szerint élek. Tehát valaki táplálkozás szerint él tudatosan, hogy nem eszik ezt, vagy azt. Én annyira erre nem fordítok nagy figyelmet. Hát én inkább így a sport, meg az ilyen mindennapok miatt tudatosan. Hát így hirtelen nem jutott eszembe semmi a tudatos életről, de talán az, hogy a rendszeresség. Talán az lehet, ami így tudatos, ugye, hogy rendszeresen csinál valamit, vagy hogy mindent előre megtervez, és aszerint él. Talán ez lehet a tudatos élet. Uh-huh. Ti egyébként terveztek így a hosszú távra igazából? Tehát, hogy tudjátok azt, hogy ekkor ezt fogom csinálni, akkor azt fogom csinálni, vagy ez még nektek annyira képlékeny? Fölösleges így betervezni, mert tehát úgyis mindig közben jön valami. Tehát olyan ember szerintem nincsen, aki megtervezi egy hetét, és akkor azt pontról pontra végighatja, és az úgy, ahogy eltervezte. Mindig közben valami, nyilván lehet egy ilyen nagy vonalakba eltervezni egy napi rendet, vagy egy táplálkozást, vagy akármit, de tehát inkább így csak jön az egész. Tehát én nem szeretek annyira tervezni, ez olyan feszültséget okoz, nem tudom. Számára. Én jobban szeretek, hogy így a másnapot én megtervezem, megbeszélem vele, hogyha úgy van, hogyha így iskola időben van, de úgy hosszú távra én sem. Tehát, hogy így képlékenyen, tehát, hogy mondjuk én elmegyek egyetemre ide meg oda, tehát mondjuk az iskolánál, tervezzük persze, hogy hova szeretném menni, de valószínűleg nem úgy lesz. Más egy munkahelyen megtervezed a dolgokat, hogy ennek így kell lennie, de szerintem az nagyon befeszült embernek kell lennie, hogy most ezt csinálom, most azt csinálom, és akkor ilyen monoton lesz az egész szerintem. Uh-huh. Nagyon érdekes dolgot mondtatok, az egyik, amit Anna említett, ez a rendszeresség. Ugye ez szerintem az élet több területén is jó, hogyha megmutatkozik, hiszen hogyha az ember felállít magának egy rendszert, akkor azt igazából azt mondják, hogy 21 nap alatt lehet megszokni valamit. Tehát az egy ilyen szokássá válik, és kialakul számára is a rendszer, hogy utána úgy könnyebben élje az életet. A másik dolog, amit említettél, az a feszültség. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy úgy gondolod, hogyha ilyen keretek közé van szorítva az ember, hogy jó, ezt időre el kell végezni, azt időre el kell végezni, akkor ez benne ilyen feszültséget generál, hogy nem haladok ezzel, nem haladok azzal, és nem leszek felborul. Tehát, hogyha meg akarok, mert ugye az lehet, hogy te elterveztél valamit, hogy most te ezt csinál, meg azt csinál, de ugye ez másokon is múlik, és hogyha ezzel nem jutok tovább, akkor felborul az egész napi rendem, és akkor aki ilyen, hogy ennyire betáblázza a napjait, az abban ez lehet, hogy egy olyan feszültséget okoz, hogy felborult a napi rendem, most nem tudom, mit csináljak. És akkor ezért jó rugalmasnak lenni szerintem, tehát nem kell így ennyire megtervezni a napjaimat, vagy a hetemet. Vagy minden, de egyébként szakemberek azt javasolják elsősorban, tehát hogyha az ember mindent el akar végezni, vagy vannak olyan dolgok, amelyeket kötelező ugyebár elvégezni, most ez lehet munka, lehet akár az iskolában is lehet valami feladat, valami olyan jellegű, amit folyamatosan kaptok akár, vagy akár az élet más területén is, ugyebár nyilván mondjuk egy családban már sokkal több a teendő, tehát ott azért egy rendszernek ténylegesen lenni kell, hogy tényleg ki mondjuk mikor viszi hova a gyereket, tehát, hogy odaérjen az iskolába, aztán elmenni érte, aztán közben ugye munka, tehát, hogy egy olyat felépíteni, hogy minden utána megvalósuljon, tehát tényleg egy egész rendszerben gondolkodni. Mit gondoltok egyébként arról, hogy milyen a jó élet? Tehát, hogyan lehet jól élni? Nehéz kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Hát mindenkinek az a jó élet, amit magának megterem. Igen, tehát, hogy ami neki jó. Tehát most ezt nem lehet általánosítani,
hogy mindenkire csak ez a jó, hanem mindenkinek, tehát amit mondta, hogy személyfüggő. Ízlések és pofon, mindenki más jó. Tehát ezért van az, hogy te például szeretsz tervezni, te például nem szeretsz tervezni, tehát hogy ez ténylegesen más egyébként, de számotokra mit jelent, hogyha ti jól élitek az életeteket? Tehát mi az, amire odafigyeltek, mi az, amit fontosnak tartotok? Tehát akár itt lehet említeni értékeket, tehát hogy amiket előtérbe helyeztek a ti életetekben, tehát hogy szerint, mondjuk tegyünk fel egy példát. Tehát szerintem például akkor éli jól az ember az életét, hogyha az értékeket tartja szem előtt, mint például szeretni valakit, vagy megölelni valakit, vagy egy jót sétálni, vagy eső után sétálni egyet, és azt élvezni, vagy észrevenni az élet apró örömeit, tehát hogy ilyeneket észrevenni. Persze, ezek olyan, tehát ezek, amit mondtál, ezek a ilyen alapvető dolgok, amit szinte nagy részt minden embernek fontos, a család, szeretet, barátokkal lenni, mindenkinek megvannak a különböző kis ilyen, hogy mondjam, ezek a kis... Kikapcsolódások. Igen, hogy eső után sétál. Valaki nem szeret kimozdulni, valaki ki szeret mozdulni, kirándulni szeret valaki elmegy vásárolni, valaki mindenkinek másik kapcsolás. És mindenki, tehát szerintem akkor él valaki jó életet, hogyha boldog. És ezt úgy valahogy így magától alakul ki, így, hogy mit szeret csinálni, és hogy azt tudja csinálni, meg hogy arra szakít időt, akkor szerintem valaki jól él. Ugye ezt nem lehet így behatározni, hogy te most így élsz jól. Mert mindenki más. Tehát szerinted akkor a boldogságot kell szem előtt tartani? Hát, igen, tehát hogy mindenki azt sem szeret. Anna? Egyetértek vele. Tehát igaz, én sem tudok hozzáfűzni semmiért. Nálunk volt, hogy az edző elmondta, ugye, hogy mik az értékrendek szerint, hogy nekünk mit kéne szem előtt tartani. Miket említett csak? Tehát így első helyen nálunk ugye a tanulás mindenképpen. Utána a család, ugye nagyon fontos. Utána a sport, tehát a kézilabda, ugye, és legvégső esetben ott, amit szeretnéd csinálni, azt csinálsz, tehát a kikapcsolódás cím alatt lévő dolgok. De mondjuk ez nagyon más szerintem azért fiataloknál is, tehát például nálatok is, akik tanultok, meg sportoltok, tehát itt is vannak kötelességek, amiket teljesíteni kell, de azért ez is más dolog, tehát az ember azért valamelyest kötetlenebb, mint mondjuk, hogyha már dolgozni kell, és akkor ugye egy az, hogy ott is teljesíteni kell, utána akkor mind a mellett el is akar érni az ember valamit, tehát akkor a munka rovására ne menjen mondjuk egy kapcsolat, vagy mondjuk ne menjen a család, stb. Tehát itt annyi mindent lehetne sorolni, és itt mondtad, hogy a boldogságra kell odafigyelni. Szerintetek van olyan, hogy valaki mondjuk így nem veszi észre, vagy hogy így elmegy mellette, vagy értitek, hogy mire gondolok elsősorban. Tehát, hogy annyira éli a mindennapjait, tehát annyira teljesíti minden azokat a dolgokat. Az így van, tehát így van. Tehát, hogy így elmegy igazából. Biztos van ilyen ember. Persze, tehát, hogy úgy annyira beleéli, például vegyünk egy munkamániás embert, annyira beleéli magát a munkába, hogy neki az tulajdonképpen boldogságot okoz, hogy dolgozik, és mellette mondjuk van egy család, ő felesége, és ugye velük meg nem foglalkozik annyit. Ő boldog, ő magába, csak ugye mások meg a körülötte lévő emberek meg így ezáltal így, tehát nem olyan jó nekik így. Uh-huh. Tehát ez is egyébként valamelyest azért kompromisszum. Itt meg már akkor oda kapcsolódtunk egyébként ilyen család, meg ugye különböző kapcsolatoknál, tehát hogy ott azért fontos, hogy az embernek valamelyes le kell mondania, tehát lemondani kell ahhoz, hogy valami működjön ugye rendszerként, amit említettünk. Hát ez is lehet egyfajta tudatosság egyébként. Én igazából kigyűjtöttem néhány dolgot, amit szakemberek állítottak össze, hogy mire érdemes odafigyelni, tehát néhány pontban, amire, hogyha ténylegesen odafigyelünk, akkor hát megváltozik az életünk, tehát ezt így azért nem mondanám, ez így nagyon hangzatos, de hogy kíváncsi vagyok, hogy ti ilyenekre odafigyeltek-e, mint például itt az első pontban említik azt, hogy ne töltsünk időt azokkal, akikkel nem érdemes. Az élet túl rövid az, hogy olyanokkal töltsük az időt, akik kiszívják belőlünk a boldogságot. Ha valaki azt akarja, hogy legyünk része az életének, akkor helyet biztosít nekünk benne, és akkor nem kell harcolnunk érte. És ne feledjük, nem azok az igazi barátaink, akik a legjobb pillanatunkban mellettünk állnak, hanem azok, akik a legrosszabbakban is. Ez így van. Szerintem ez mindenki életében előfordul, hogy találkozik olyan emberekkel, akik igazából csak haszonlesők, és csak
akkor vannak ott, ugye, ez tipikus, amikor a baj van, akkor nincs ott, amikor a jó létben pedig ott van mellettünk. Meg akivel tehát nem éri meg időt tölteni, vele nem is fogok, tehát az egy idő után úgyis kipereg az életből. Tehát akkor így megválogatjátok egyébként a barátaitokat? Persze, mindenképpen. Tehát most olyan... hát, hogy én legalábbis. Elsőre senkit nem lehet szerintem megítélni, valamilyen szinten mindenkit meg kell ismerni és közel kell engedni magadhoz, hogy ugye később el tud róla dönteni, na, hogy ő most milyen marad, barát, vagy... milyen ember, hogy ő kihasznál engem, vagy tényleg igazi barát is. Hát fontos ezt is szem előtt tartani. Itt van még egy pont, tehát ne fussunk el a problémák előtt, inkább nézzünk vele szembe. Nem lesz könnyű, nincs olyan ember a világon, aki minden nehézséget tökéletesen kezelne, nem olyan fából faragtak minket, ehelyett idegesek vagyunk, néha szomorúak, máskor meg vagyunk bántva, de az életünk lényege akkor is az, hogy nézzünk szembe a problémáinkkal, és oldjuk meg őket, és hát nem máskor, mint most. Ti egyébként ilyen típusúak vagytok? Tehát akkor, hogyha van valami probléma felmerül, inkább így ültök rajta még egy kicsit, tehát hagyjátok érlelődni, vagy pedig most rögtön oldjuk meg, mert... Mindig más. Tehát attól függ, hogy milyen a probléma súlya, persze. Tehát nem mindegy. Most, ha csak ilyen kis apróság, akkor én legtöbbször elnézek így felette, jó, hagyjuk. Tehát ezzel nem fogok, igen, nem fogok ezzel problémázni, de hogyha nagyobb gond, azt természetesen megosztom a barátaimmal, meg megbeszéljük, meg akivel a probléma van, elsősorban vele szoktam megbeszélni, ugye. Hogy ne az legyen, hogy jaj, a háta mögött kibeszéltem, meg hogy tudod, ez a gyerekes dolgok, hogy ezek ne legyenek. Én általában megoldom a problémáimat azzal, akivel van. Ez a legjobb egyébként. Tehát, hogy mindig ezt mondják mindenhol. Én emlékszem rá, hát gimibe szerintem elkerülhetetlen az, hogy ú, az ember háta mögött beszélnek, ezt igen. Beszélik, azt beszélik, és azt hinné az ember, hogy ez ott a gimibe abba marad. De nem. Tehát ugyanúgy ez csak munkahelyen is jellemző, csak más közegben természetesen. Tehát attól, hogy nagyobbak az emberek, attól még szeretnek beszélni, ugyebár erről, arról, amarról, tehát mindenkiről, úgyhogy ez ugyanúgy jellemző. Ezért nagyon-nagyon fontos az, tehát hogyha valakivel van valami konfliktus, vagy valami, akkor odaállni szemtől szembe, és megmondani az illetőnek. Ti így odaálltok egyébként minden esetben, vagy van, amikor ilyen félelmet éreztek, hogy hát inkább nem? Szerintem ez nem konkrétan az a hatalmas nagy probléma, ugye, hogy kibeszélnek hátad mögött. Van olyan ember, aki ezt nehezre szívja, ugye valaki meg elengedi a füle mellett, és nem foglalkozik vele. Tehát én az vagyok, aki inkább nem foglalkozok vele, mert most beszélnek ezt, azt most ez van, ez tetszik nekik, nincs abban dolguk. De hogyha nekem van valakivel problémám, azt én általában, tehát én szókimondó ember vagyok, én ezt megmondom neki. Nem szeretem azt, hogy úgy is kiderül, hogy ha mondok valakiről valamit, akkor inkább megmondom neki rögtön, és akkor az így engem is minősít, hogy azért odaállok és megmondom, és nem a hátam mögött beszélünk ki. Ami engem nagyon érdekel, tehát most így barátokról, emberekre, környezetről beszéltünk, de a szoros környezetünkbe beletartozik a család is. Tehát a családnál is ugyanez a helyzet, tehát hogyha otthon van valami probléma, akár anyukával, akár apukával, tehát bárkivel, vagy tesóval, vagy bárkivel, akkor odaálltok és megmondjátok neki szemtől szembe, vagy ott azért az más tészta, tehát hogy ott azt másképpen kell kezelni. Nekem másabb. Tehát mindenképpen másabb, mint a barátok. Tehát mivel eleve, hogy velük minden nap találkozunk, meg ugye szorosabb azért a kapcsolat, mint a elméletek, nem minden barátnál, de hogy érted, mire gondolok. Igen. Hát valamikor inkább, hogyha mondjuk apummal van problémám, akkor anyával elsunyogok, és akkor megbeszéljük, és akkor utána, amit megbeszéltünk, utána döntök egyet, és akkor vagy elmondom neki, mi a problémám, vagy nem. És ez fordítva is, ugye. Hát az öcsémmel nem sok probléma szokott lenni, hála Istennek, úgyhogy vele nem szoktam konfliktusba kerülni. Szerintem a családban való probléma megbeszélésnek azért jóval nagyobb súlya van, mint hogyha egy baráttal beszélek meg, vagy egy ismerőssel, vagy egy rossz akaróval beszélek valamit, mert oda megyek, és jó, megmondom neki a magamét, és hogyha utána nem találkozunk, hát akkor nem találkozunk. Hát most összevesztünk, de azért család, tehát ők azért minden nap ott vannak veled. Inkább így óvatosan rá kell vezetni, tehát nem így keményen megmondom, hanem hogy valamivel problémám van, vagy ezt rosszul csinálod, azt rosszul csinálod, ez nem tetszik, igen. Inkább így puhatolózni kell szerintem a családban, nem szóval az a... Mert ez csak veszekedés generál, és ez sose jó. És egyébként mit tapasztaltok? Tehát ezt jobban szeretik egyébként otthon is? Tehát hogyha így akkor nyugodtan leültök, megbeszélitek a dolgokat? Vannak olyan szülők szerintem, aki ezt ilyen kioktatásnak veszi majd, hogy
Tehát, hogy miért akar engem a gyerekem kioktatni, hogy mit csinálok rosszul, vagy akárki. Meg vannak olyan szülők, akik elfogadják, és ugye próbálnak majd javítani a dolgokon, akármilyen probléma is legyen az. De szerintem mindenképpen jobb, hogyha megbeszéljük, és hát ha leülünk, és megbeszéljük, az nyilván mindenhol jobb, mint hogyha összeveszünk, szerintem. Például. Jó, ugye már fontos akkor, hogyha már szembenéztünk a problémákkal, akkor azért még van itt néhány dolog. Ez nagyon érdekes, ne hazudjunk magunknak. Bárkinek hazudhatunk a világon, de magunknak nem. Önmagunkkal mindig őszintének kell lennünk. Mondjuk én speciál azt mondom, hogy ne hazudjunk, tehát senkinek, én eléggé szókimondó vagyok, tehát megmondom, amit gondolok, de volt már olyan veletek, hogy saját magatokat próbáltátok becsapni? Most nem azt mondom, hogy ez a szőnyeg nem szürke, hanem valami olyan dologra, ami azt hittétek, mondjuk, hogy ez nekem jó, ez nekem jó, és akkor egy idő után rájöttetek, hogy nem, ez nekem mégsem jó. Tehát én erőltetett dolog, hogy mondjuk már pedig ez nekem menni fog, pedig igazából közöm sincs az egészhez. Most ez lehet akármiről szó, egy öltözködésben, egy sportágban, vagy akármiben, tanulásban, hogy mondhatom én azt, hogy már pedig én atomfizikus leszek, pedig egyáltalán nem érdekel az atomfizika, és nem is, nincs is benne motivációm, tehát nem akarom magam becsapni, az leszek, ezért inkább túl is lépek ezen a dolgon, meg vannak hát persze ilyen kisebb, nagyobb dolgok, mint az öltözködés, hogy ezt felveszem, mert ez van most, ez divat, ez most mindenkin van, de amúgy nekem ez igazából nem tetszik, és szerintem akkor becsaptam magamat, hogy... Valamilyen szinten. Mondjuk ezek ilyen kisebb dolgok, ezek ilyen ugyeber ilyen külsőségek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az embernek valami nem áll jól, és mégis hordja, akkor nincsenek barátai konkrétan. De ez csak vicc természetesen. Nézzünk egy másik pontot, itt van például, hogy ne szorítsuk háttérbe a saját igényeinket. A legfájdalmasabb dolog, ha valakit nagyon szeretünk, túlságosan is, és elfelejtjük, hogy mi magunk is különlegesek vagyunk, és igen, segíteni kell másokon, de önmagunkon is, ha volt valaha alkalmas pillanat arra, hogy kövessük a szívünket, és tegyünk valamit, ami igazán számít, akkor ez az a pillanat. Tehát, hogy ez inkább ilyen önmegvalósítás. Tehát, hogy ti kigondoltok valamit, akár ez lehet az iskolában is, akár lehet egy tantárgyban, a sportban, pláne a ti életetekben szerintem ez kellőképpen szerepet játszik. Tehát ott mindig bennetek van, hogy én akkor is megmutatom, vagy én akkor is teszek magamért, hogy nem csak másokat helyezek előtérbe. Itt most nem, tehát ez nagyon érdekes, hogy nem az önzőség területén, tehát az már szerintem a ló másik oldala, igen, az már átbillenés, hanem egy ilyen egészséges dolog. Hát fontos, hogy az ember maga, tehát hogy a saját céljait valósítsa meg elsősorban, nem pedig tehát nem másokat segítsen hozzá, persze hozzá kell segíteni másokat is a céljaikhoz, hogyha tudunk rajtuk segíteni. De azért, hogy én azért éljek, hogy másokat kiszolgáljak, úgymond, azért fölösleges, mert akkor nem önmagadat valósítod meg. Szerintem, hogyha túlságosan beleesünk ebbe, hogy mindig csak a másoknak akarok segíteni, és igazából azt mondom, hogy jó, majd persze, most segítek neki, és majd a saját igényemet is előtérbe helyezem, de ha sosem állok ki magamért, akkor beleesünk abba a hibába, hogy mert van rengeteg olyan ember, aki ezt észreveszi, és akkor kihasználnak. Tehát úgy csinál ki magáért, úgyis nekem segít, úgyis csak azt nézi, mi van, és igazából akkor nem is érdekel engem az ember, csak segít nekem, és könnyen bele lehet esni egy ilyen hibába, hogy az ember kihasználja ezáltal, hogy nem áll ki magáért. Uh-huh. És mindig a másik érdekeit helyezi mondjuk előtérbe, és hogy nem teszem magáért. Nagyon fontos, bár szerintem a mai világban mindenhonnan ez folyik tényleg a csapból is, hogy az önmegvalósítás, tehát hogy tegyünk magunkért, stb. Hát ennek is megvannak a bizonyos keretei, hogy ez hogyan, tehát egészséges még, hogy az ember tényleg ne billenjen át, ahogyan arról beszéltünk. De nézzünk még egy pontot, egyébként rengeteg van ilyen, és az interneten is meg lehet találni ezeket, nagyon érdekes és hasznosak, ti is elolvastátok őket, tehát fontos ezeket azért szem előtt tartani, vagy más nem, hogy csak úgy elolvasni őket, hiszen azért ez is segít a mindennapokban. Tehát ne akarjunk olyanok lenni, amilyeknek nem vagyunk, valami hasonlóról beszéltünk egyébként, tehát itt az önmegvalósítás. Így van. És például itt van egy, hogy engedjük el a múltat, tehát hogy akkor sosem tudunk tovább lépni, tehát sosem tudunk a jövőre koncentrálni, hogyha folyamatosan a múlton gondolkodunk, vagy ne féljünk hibázni. Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, ez a ne féljünk hibázni, hiszen mindig hibázik az ember, ugyebár. Aki
csinál valamit, az hibázik is. Igen, és akkor itt jön számításba az, hogy senki az ember... Igen, és hogy egyáltalán fel tudja dolgozni a saját hibáit, vagy a hátrányait. Ti például tisztában vagytok azzal, hogy mi az a dolog, ami mondjuk nektek nem megy annyira, ami nem az erősségetek, amiben mondjuk persze hibáztok, és mi az, amiben mondjuk kiemelkedőek vagytok? Persze, szerintem amiben mindenki... Hát általában mindenki szerintem tisztában azzal, hogy mik a gyengeségei. Nyilván nekem is, tehát mindenkinek rengeteg hibája van, és nap mint nap szerintem szembesül mindenki nagyon sok hibát követel és szembesül vele. Ami nem megy, azt nem, szerintem nem is kell erőltetni. Tehát ez az élet különböző minden terére igaz igazából. Tisztán vagyok a hibáimmal, persze. Tehát, de az erősségeimmel is nyilván. És azokat erősíted? Inkább azokat erősítsük, mint hogy azt erőltessük, ami nem megy. Meg hát nyilván azért az is hozzájárul, hogy ha az ember tisztában van azzal, hogy mondjuk mik az ő hiányosságai, vagy... Próbálja korrigálni. Hát egy ez a része, tehát hogy próbálja korrigálni, a másik meg azt, hogy azt is az előnyére tudja fordítani, hogy mondjuk akkor nem azon a területen próbálja ki magát, hanem mondjuk egy másik. Igen. Mondtam, nem tudom jobbat kitalálni. Igen, de hát ugyebár itt említik még a boldogságot és minden egyebet, tehát tényleg nagyon-nagyon sok olyan pont van, ami tényleges tudatos életmódhoz hozzátartozik. És még egy utolsó kérdésem lenne hozzátok, kíváncsi vagyok nagyon, hogy mit gondoltok róla, hogy szerintetek hogyan figyeljünk oda jobban saját magunkra, mint testileg, mint lelkileg, hogy tényleg tudatosan éljünk, és tényleg jól éljük az életünket. Ez a jó kérdés. Hát az nagyon. Ugye ezt már beszéltük egyébként, hogy mindenkinek más és mást jelentett az, hogy igazán jól éljük az életünket, de érdekel az, hogy szerintetek mire figyeljünk oda nagyon? Tehát mi az, amit ne felejtsünk el? Mint egy ilyen kis jó tanács most a nézőinknek, hogy na igen, és erre oda kell figyelni, ezt nem szabad elfelejteni. Ez megint csak azt tudom mondani erre, hogy mindenkinek más az élete, és mindenkinek más fontos. Szerintem mindenki nézze magába, gondolját, hogy ő neki mi hiányzik az életéből, esetleg gondolját, hogy mi hiányozna akkor, tehát mi hiányzik, és hogyha mondjuk ezt hozzátenni, akkor boldog lenne, és akkor próbálja ezeket a dolgokat előtérbe helyezni, vagy ezekre nagyobb hangsúlyt fektetni az ilyen dolgokra. Ha neki a szeretet hiányzik, ha neki a barátok, a család, ha neki a sport hiányzik, vagy a egészséges táplálkozás, vagy akármi. De szerintem mindenki fektessen hangsúlyt arra, gondolja át, nézze magába, ami hiányzik az életéből. Anna? Hát ezek után nehéz megszólalni. Szerintem mindenki teremtsen magának egy kis szabad időt. Ugye arra, hogy át tudja gondolni a dolgait, meg hogy foglalkozzon kicsit többet önmagával. Hogy megtalálja a belső hangját, úgymond. Tehát, hogy akkor itt lényegében azt mondod, hogy hallgasson a belső megérzéseire, tehát, hogy ezt kell észrevenni. Hát igen, sokszor mondják egyébként azt is, hogy nagy pörgésbe, hajtásba, meg minden nagy rohangálásba érdemes megállni. Tehát egy kicsit levegőt venni, és akkor átgondolni azt, hogy mire érdemes odafigyelni. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk erről. Szerintem akkor a tanulság az, hogy igenis próbáljuk a boldogságot követni, és a boldogságot keresni valamilyen úton, módon. Tehát akkor ezt javasoljuk kedves nézőinknek is. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, és legközelebb egy hónap múlva ismét találkozunk. Viszontlátásra!